Költségvetés, elkészült az idei büdzsé tervezete. 3 milliárdot kell előteremteni a rezsire. Építkezés, elkezdődött a munka az alapellátónál, zárt parkolót kapnak a kórházi dolgozók. Zöldebb jövő, műhely munka a jobb levegőért és a környezet állapotának javításáért. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Elkészült Szombathely idei költségvetése, jelentette be Nemény András kedden élőben a Facebookon. A polgármester elmondta, hogy az energiaárak növekedése miatt 3 milliárd forintot kell előteremteni, úgyhogy közben a város működő képességét is biztosítják. A nehéz helyzet ellenére lesznek fejlesztések is, például út- és járdafelújítások, de a kultúra sem szenved hátrányt. Az anyagot már megkapták a képviselők, a részleteket a jövő heti közgyűlésen vitatják meg. 4 milliárd forinttal kerül többe a rezsi, az 1 milliárdos megtakarítási csomag ennek csupán töredékét fedezi, de mindent megtesznek, hogy kigazdálkodják, kezdte a tájékoztatót Nemény András, hozzátéve, ha nem terhelné a várost a 2,9 milliárdos szolidaritási adó, könnyebben megoldanák a nehéz helyzetet. A többletkiadást nem akarják a lakosságra terhelni, hangsúlyozta a polgármester. Nem a lakosságot szeretnénk terhelni, hanem megpróbálunk más megoldásokat, iparterületi értékesítéseket eszközölni, és a saját megtakarítási programunkat ahogyan csak lehet továbbvinni. 9,6 milliárd forint iparűzési adóbevétellel számolnak. Két év után a kis- és középvállalkozások is újra teljes összeget fizetnek, ami 600 millió forintot jelent. A kormány értékelte a spórolási csomagot, Szombathely 632 millió forint központi támogatást kapott, és számolnak egy második körrel is. A nehézségek ellenére fejlesztésekre is törekszenek. Az idén is útfelújításokat fogunk csinálni, és egy nagyon komoly járdafelújítási programot is véghez fogunk vinni, méghozzá saját forrásból. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az Európai Uniós források közül elég sok beragadt az előző ciklusba, ezeket sikerült felszabadítani, és bár ezt költhetnénk a városnak bármelyik területén működésre is, mi úgy gondoltuk, hogy fejlesztési forrást fejlesztésre költünk. Az igazi felújítási dömping a TOP plusz keretből valósulhat majd meg, ennek feltétele a kormány és az unió közötti megállapodás. Nem spórolnak a közösségi közlekedésen, sem a park fenntartáson. 741 millió forintot szánnak középkeztetésre, hogy ne a szülőket terheljék a költségek. Továbbá 30 millió forintot tettek félre az orvosok rezsi támogatására. Módosítják a lakásrendeletet. A bérleti díj támogatás jövedelem határát átlagosan 15%-kal fogjuk megemelni. Magyarul a valósághoz igazítjuk, hiszen már egészen más a jövedelmi helyzet is, és egyébként a lakbér árak is. Ez egy valós segítség lesz, nagyon sok embernek várják már, és januártól visszamenőleg fogjuk tudni alkalmazni. Idén is lesz Szavária történelmi karnevál. Támogatják a profi és tömegsportot, bár nem olyan mértékben, mint korábban, ugyanakkor a jégkorongklubot is beemelik a támogatotti körbe. Korszerűtlen az úszoda gépészeti rendszere, 100 millió forintból kicserélik a kazánokat, és remélik, hogy szeptemberben újra nyithatják a nagy medencét. A polgármester hangsúlyozta, nagy reményeket fűznek az északi iparterület fejlesztéséhez, de akkumulátorgyárat nem engednek a városba. Szeretnék a zöld energia előállítást növelni, erről Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszterrel is tárgyaltak a napokban Budapesten. Elkezdődött a parkolóépítés az egészségügyi alapellátó mögötti területen. Az önkormányzat saját forrásból finanszírozza 46 várakozóhely kialakítását, a kivitelező a Szova ZRT. A parkolót sorompóval zárják le, azt csak a kórházi dolgozók használhatják, a bejáratot a Késmárk utca felől alakítják ki. A beruházás június végére fejeződhet be. Már dolgoznak a Szova munkatársai az alapellátó mögötti területen, a szegélyköveket rakják éppen. Több ütemben építik meg a 46 új parkolót. Első körben 11 férőhely készül el középen, térköves burkolattal, hogy egységes legyen a már meglévőkkel. A második ütemben 13 helyet alakítanak ki, majd az Eszterházy utca felőli kerítés mentén építik meg a többit. Itt lesz a ki- és bejárat is, hogy ne terheljék tovább a Markusovszky utcát. Zárt parkolóként működik majd, azt kizárólag kórházi dolgozók használhatják.
A műszakhoz igazodik nyilván a működési rendje, majd a park dolgozók, kórházi dolgozók jönnek, mennek délután, tehát ilyen értelemben talán akkor a nagy forgalom nem lesz, hogy ellehetetlenítse mondjuk az Eszterházy és a Késmárk utcák hasonló délutai forgalmát. A parkolóépítés története hosszú hónapokon át bonyolódott, miután a volt városi strand egy közel 4500 négyzetméteres darabját az önkormányzat egy ingatlan csomag részeként értékesítette. A telekre a beruházó lakásokat, üzleteket, rendelőket tervezett építeni. A mentők és az egészségügyi dolgozók szakszervezete azonban parkolók építését javasolta. Ennek érdekében aláírásokat is gyűjtöttek. Hende Csaba országgyűlési képviselő azt ígérte, ha a városvezetés felbontja a beruházóval kötött adásvételi szerződést és a terület tulajdonjogát ingyenesen átadja az államnak, elintézi, hogy a kormány finanszírozza a parkolóépítést. A város meg is kötötte a visszavásárlási megállapodást, a vállalkozó azonban írásos garanciát kért a támogatásról. Mivel kormányzati biztosíték nem érkezett, az eredeti tervek valósulnak meg, lakások épülnek a területen. A város azonban úgy döntött, hogy a saját tulajdonában lévő területen 60 millió forint önkormányzati forrásból megépíti a parkolót. Így teljesül a kórházi dolgozók kívánsága, és megvalósulnak az alapellátó építésekor a műszaki tartalomcsökkentés miatt elmaradt várakozó helyek is. Az építkezés várhatóan június végére fejeződik be. Ma éjfélig kell beadni a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapokat online a felvi.hu oldalon keresztül az ősszel induló képzésekre. Ingyenesen 3, összesen 6 szakot lehet megjelölni. További rövid híreink következnek. Február 21-én Dubajba utazik a Savaria Szimfonikus Zenekar, ahol 4 napon át koncerteznek az In Classica Fesztiválon. A 17 000 férőhelyen rendelkező Coca-Cola arénában Csajkovszki, Brahms és Kodály Zoltán művei mellett Alexei Shor szerzeményeit is játssza a zenekar, mivel az orosz-amerikai-izraeli zeneszerző az idei rendezvény felfedezettje és egyben meghatározó alakja lett. A szombathelyiek az eseményen olyan nagy nevű zenészekkel is fellépnek, mint Madaras Gergely karnagy és Robi Lakatos hegedű művész. A házasság hete részeként Szombathelyen tartott előadást Fodor Réka orvos, közismertebb nevén Afréka, és férje Gregus Sándor író. Beszéltek házasságukról, megtérésükről, elköteleződésükről az afrikai emberek megsegítése, gyógyítása mellett. Missziós tapasztalataikról és az afrikaiak hitéletéről is beszéltek. A házasság hete keretében szerdán filmvetítésre várják az érdeklődőket a baptista imaházba. Vasárnap püspöki misével zárul a programsorozat a Székesegyházban. A csúszós úton személyi sérüléssel járó baleset történt ma reggel a szombathelyi Csaba utcai felüljárón. A 86-os út felől érkező Renault sofőrje egy balra ívelő kanyarban elvesztette uralmát a gépkocsija felett, és áttért a menetirány szerinti bal oldalra. Ott a szemből érkező Daewoo-val összeütközött. A balesetet okozó férfit kórházba szállították. A helyszíni szemle ideje alatt kialakult torlódás miatt rendőri irányítás segítette a forgalmat. Előadást és megbeszélést tartottak a Just Nature program keretében a Jászai Mari utcai közösségi térben kedden. A rendezvényen városvezetők, civil szervezetek képviselői és helybeliek is részt vettek. Szombathely levegő minőségének javítása és a zöld felületek növelése a cél. Műhely munkán találkoztak a Just Nature program érintettjei és a szakemberek. Az Európai Unió által mintegy 160 millió forinttal támogatott zöld tervek megvalósításában 2 szombathelyi terület érintett. Zöldítik a Dési Huber általános iskolát a Hunyadi út Jézus szíve templom melletti részén, a Gyöngyös patak mentén élményligetet hoznak létre. A találkozón előadások és ötletbörze is zajlott. A célja a természetalapú megoldások segítségével a levegő minőségnek a javítása, és emellett
az igazságos hozzáférés biztosítása a különböző természeti javakhoz. Úgyhogy tulajdonképpen emiatt vagyunk ma itt, hogy minél több érintettet bevonjunk az előkészítésbe és a döntéshozatalba, hogy pontosan mi valósuljon meg ennek a projektnek a keretei között. Adriennék a környéken laknak fontos számukra a környezettudatosság, már egy évtizede ezzel összhangban élnek. Szeretnék szemtől szemben értesülni arról, hogy igazából a közvetlen környezetünkben mi az, ami fenntartható fejlődéssel fog megvalósulni, illetve nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy egy parkot, közösségi teret, vagy akár játszóteret, hogy tudnak összekapcsolni a fenntartható és megújuló energiákkal. Fontos számodra a környezetvédelem? Ha igen, mióta? Igen, igyekszem tenni ezért. A résztvevőket László Győző alpolgármester köszöntötte. Felelevenítette, hogy egyre több helyen lehet leadni Szombathelyen a használt sütőolajat és fecskementő akciót is indítottak. Az operatív munkáról is kaptak információt az érdeklődők. Ki fogunk eléjük teríteni egy nagy térképet, és megkérdezzük őket, hogy hol vannak olyan problémák, hol vannak olyan kihívások, amiknek van valamilyen környezeti vetülete, van valamilyen városrendezési, városépítészeti vetülete. Tehát gondolok itt most olyanokra, hogy hol van valamilyen levegőminőségbeli probléma, hol van nagyobb zaj, hol van esetleg nagyobb kibocsátó épületek, hol nincs egy játszótér, amire szükség lehet. A közönség soraiban a civil szervezetek vezetői, a vízügy, az érintett területek képviselői is helyet foglaltak. A Just Nature programban 20 ország vesz részt, hazánkból egyedüli városként Szombathely él a lehetőséggel. A következő műhelymunkát május végére tervezik a szervezők. Kiváló időjárás, családias hangulat és sok-sok kilométer várt a terepfutókra hétvégén a szombathelyi parkerdőben. Az Alpokaja Szabadidősport Egyesület jubileumi versenysorozatának második állomásán valamennyi korosztály képviseltette magát. Szikrázó napsütés csalogatta ki a résztvevőket a szombathelyi parkerdőbe hétvégén. A térségben élő sportbarátok több lehetőség közül is választhatnak, ha a terepfutásnak szeretnének hódolni. Már az előnevezések is azt mutatták, hogy egyre többen kívánnak csatlakozni a családias hangulatú sportrendezvényhez. Több különböző táv várt a futókra, a szervezők gondoltak a legkisebbekre is, többen pedig házi kedvencükkel érkeztek a versenyre. Mezőnyhöz csatlakozott a Szombathelyi Futóklub Szabadidősport Egyesület, és egy vérbeli spártánrészer is felvette a felkészülési menetrendjébe ezt az erőpróbát. Én 20 kilométeres távon készültem, és felkészülés idő alatt úgy gondoltam, hogy még egy verseny belefér, egy 20 kilométeres távon indulok. Nem tudom, hogy milyen lesz. Szerintem jó lesz, meglátjuk. Aki nem futóként vett részt a rendezvényen, szurkolóként buzdította a versenyzőket. A mozgás öröme sok családot is vonzott a futóversenyre. Igazából második az idén, de amúgy jubilál a sorozat, tehát 10 évesek vagyunk, 10 éve csináljuk. Hát talán először magunknak akartunk egy ilyen téli felkészülési lehetőséget, és aztán rögtön az első év után rájöttünk, hogy szeretjük ezt csinálni, meg szívesen jönnek a futók, úgyhogy talán már a második évtől 2 futamot, és most már évek óta 3 futamot rendezünk, és hát lehet látni, hogy szeretik a szombathelyiek, meg a környékbeliek. A kiváló hangulatú sportrendezvény első és második állomásán a futók emlékérmet kaptak. A téli szezon záró 3. terepfutóversenyen pedig újabb medállal jutalmazzák a résztvevőket. Az Alpokaja Szabadidősport Egyesület következő részének a Pinkaszurdok ad otthont, ahol 2, 5, 10 és 20 kilométeren mérkőzhetnek meg a terepfutók. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!